A Braga és a TSC összecsapásán a hazai csapat már a mérkőzés elejétől komoly fölényben játszott, amelynek eredményeként a portugálok a 17. percben meg is szerezték a vezetést Bruma lövését követően. A gól megzavarta a TSC játékosait, és már a következő támadásból újabb portugál találat következett. Pizzi a 18. percben növelte 2 gólra a Braga előnyét, ezt követően a topolyaiak szépíthettek volna, de Pantovic lövése nem találta el a kaput. A félidőig több találat már nem született. A fordulást követően a TSC sokáig jól tartotta magát, és úgy tűnt, hogy 2 gólos vereséggel zárják a meccset, de 5 perccel a rendes játékidő vége előtt a portugálok újabb gólt szereztek, így maga biztos 3-0-ás győzelmet arattak a topolyaiak ellen a BL 3. selejtező körében. A portugálokat irányító Artur Jorge a mérkőzést követő sajtótájékoztatón elmondta, hogy játékosai betartották a mérkőzés előtt megbeszélteket, így magabiztos győzelmet arattak, de ennek ellenére a topolyai visszavágóra is maximálisan készülnek, hiszen a párharc még nem dőlt el. A TSC-t irányító Zsárkó Lazetić szerint a Braga ellen nagyon nehéz igazi gólhelyzetet kialakítani, ezért is sajnálatos, hogy az első fél időben nem tudtak élni az eséllyel. Sigurno da mi sad žalimo za tom šansom, ali mogao je rezultat da bude i veći, a naravno mogli smo i da dođemo do nekog gola i u drugom poluvremenu. A Bajnokok Ligája 3. selejtezőkörének visszavágóját jövő kedden rendezik a topolyai TSC arénában.